Nem zajlott zöggenőmentesen a Betlem Szobor leleplezése. A PSZD egyik szenátora Avram Janku Szobrának felállítását követelte a magyar köztársasági elnök jelenlétében. Betlen Gábor Gyula Fejérvári szobrának leleplezési ünnepségét nacionalista provokációra használta ki Kölin Möti és Fehér megyei szociáldemokrata szenátor. A román népviseletbe öltözött politikus, ha már parasznak öltözött, úgy is viselkedett. Kiretlenül Novák Katalin magyar köztársasági elnök elé lépett, egy trikoloros rózsacsokrot és egy kokárdát nyújtott át. A biztonsági őrök azonnal oda siettek a köztársasági elnökhöz, de a polgármester is résen volt és gyorsan bemutatta neki a szenátort. Novák Katalin megköszönte a virágcsokrot és közölte, remélik. Hogy a magyarok békességben és biztonságban élhetnek itt. Möti és azonban meg sem hallgatta az elnök szavait, egy Ávrám Jánko képet húzott elő, amit a szobor elé helyezett. Azért szeretném ide tenni Ávrám Jánkút, mert a várnak szüksége volt rá. 150 évvel ezelőtt hunyt el Ávrám Jánku. ezt tudnia kellett volna a polgármester úrnak. Az egyik résztvevő arra figyelmeztette Mötiést, hogy ne provokáljon. Ez nem a provokációról szól, hanem a nemzeti identitásról, válaszolta a szenátor, aki szerint Ávrám Jánku szobrot kellett volna avatni Gyula-Fehérváron.